Sziasztok! Igazából az én napom az most el is kezdődött, nem sokkal múlt el éjfél. Hát igen, mostanában így zajlanak ezek az éjszakák és nappalok. Általában Dani viszi a 11 éjfélig a műszakot, úgymond. Ilyenkor már Olivér amúgy 9 órakor el szokott aludni, és, vagy 8-9 óra felé, és ilyenkor Dani még fennmarad vele, vagy hát őrzi az álmát, úgy szokta mondani, és az első ébredés az ilyenkor történik, 11 és éjfél között. Hát ez most sem történt másképp, úgyhogy én már túl vagyok egy szopiztatásom, illetve egy kis bakin, mert valószínűleg rosszul tettük fel Danival a pelusát Olivernek, mert azt vettem észre, hogy tiszta pisi, sír is szegénykém, úgyhogy sietek is vissza, de csak azt akartam mondani, hogy tiszta pisi volt az egész pizsamája, illetve a combom is, úgyhogy már túl vagyunk egy pelus cserén, most pedig megpróbálom visszahatatni. Hát már negyedszerre kelek fel éjszaka. Oliver ilyen sűrűn szeret enni, ugye? Most is megetettem már, viszont pelust most cserélünk először. Hát nem mondom, hogy nem vagyok fáradt. Viszont cserébe Dani nagyon jókat alszik. Ő éjfélig volt fent, igaz, tényleg. És most pihen, hogy majd korán reggel felkelhessen és hozhasson nekem valami finom reggelit. És a világért sem kártaném fel, mert biztos most van a REM szakaszban. Na nézzük, mit rejt. Hú, de pisis! Ennek aztán van súlya. Nagyon ügyes vagy, hogy nem sírtok el. Azért remélem, szeretném most még aludni. 3 órát, még olyan jó lenne a lukánál. Amúgy ez furcsa érzés, hogy tényleg nem tudom, el sem tudom képzelni, mikor lesz majd a következő olyan éjszakánk, amit végig fogok aludni. Ebbe így nem gondoltam bele eddig. Te belegondoltál? Te belegondoltál, mikor fogunk átaludni egy éjszakán? Nagyon sem. Megetetjük a kis Olivért, aztán gyerünk vissza aludni. Jó reggelt kívánok, hajnali. Hajnali 8:30 van. Úristen. Hát az éjszaka hosszú volt, bár Rominak hosszabb. És most pedig meg fogom lakni egy kávéval, meg csinálok neki valami kis reggelit. A reggeli pedig van itt egy csomó nagyon érett banánunk, úgyhogy turmixot fogok Raminak csinálni. Lesz benne túró, barack, zab, banán, és ennyi. Jesszus! Belenyomtam még egy banánt, mert nem volt még elég édes. Vizes alapú, mert Rami mostában nem iszik annyi tejet, úgyhogy el is készült a finom reggeli. Hosszú volt az este? Igen. Az energiapótlás. Akkor jön az energiapótlás, bizony. Köszönöm. Nagyon szép vagy ma. Tényleg. Ma is. Mindannyian szépek vagytok. Alszik. Még alszik, de lassan ébredezik. Jaj, kezdődik a nap. Jó reggelt, most már én is bekapcsolódom a mai napba. Hát általában tényleg Dani szokta hozni nekem a reggelit, ezzel ébreszt, hogy kávéval és egy pár falat reggelivel kedveskedik nekem, és most akkor hát mindenki megreggelizik, Olivér is és én is. Aztán valószínűleg őt visszahatítom, és akkor a délelőtt még pihenek egy picit, mert próbálom kihasználni ezt a gyermekágyas időszakot. Pihenünk amennyit csak tudunk, általában folyamatosan eszik, folyamatosan
pelus cserélünk, és alszunk, úgyhogy összevisszaság jellemzi minden napjainkat, de gondolom ez így van jól. Újabb parosozás! Indulhat a napunk. Hű, ennek még jobb súlya van, mint az előzőnek. Egészség! Most pedig elindulunk sétálni. Itt a főszereplő. Jó napot kívánok! Elveszik a sétálós pulcsinkat. Ezt foglám, hogy húzd be, mert én is úgy jártam, hogy... Ne te elmagyaráz nekem egyszer. Nem hagyja, hogy megoldjam és megtanuljam. Hát, akitől egyetlen egyszer azt hallom is éjszaka, hogy pisit hagyjunk rajta, meg dörzsöljük bele, és majd megszárad. Az mit csodálkozik utánsz? Nem tudom, hol hallottál ilyeneket. Aha. Annyira nagy a kezem neked, meg annyira pici. Igen, nagyon béna vagyok ezekben. De köszönöm, hogy ilyen türelmes vagy velem. Bocsánat. Jaj. Ah! Gyere már ki! Minden olyan apró, meg puha. Kicsit öreguras lett ez a szett. Nagyon édes. Jaj, tündérkém. Nagyon más. Gyere, kérd, drágám, mit tetted a cipődet? Hogy fogsz itt sétálni? Fordítva húz a szívem. Mit? Az a másik lábára való. Nem tök mindegy. Akkor jó. Ú, várjál, megcsinom ilyen trendire, figyelj. Ú, egy kicsit huligános. Nagyon béna. Még nem vagyunk túl rutinos sétánok, ez csak a harmadik sétánk eddig, viszont szeretnénk a napi rutin részévé beépíteni, úgyhogy a délelőtti sétákat tervezünk, mert eddig mindig nagyon jót adott a kocsiban a kismanókkal. Plusz vásárolni, meg inni egy kávét valahol. Egyébként nekem is iszonyúan jól esik kimozdulni egy picit, mert tényleg egy hónapja szinte ki sem mozdultam, eddig kétszer voltam levegőn, úgyhogy nekem külön élmény ez a séta. Dani azért szokott elmenni egyrészt dolgozni, és már meg edzegetni is. Az olcsó. Ja, és ő lett a házi asszony. Házvezető. Ma a nagy sétában elfáradt a babó, úgyhogy alszik, viszont nekünk még bokros teendőink vannak. Legalábbis Ramónának vannak bokros teendői, ugyanis tegnap nem tudtam már tiszta a boxert felvenni. És ez szerintetek mit jelent? Ezt jelenti. És miben vagy, ha nem volt tiszta a sógatyád tegnap? Hát én kicsit olaszosan nyomtam a mai napot. Hát igen, amit láthatjátok, most szépen összegyűlt a szennyes, mert nem mindig van idő most még, pedig nagyon kellene minden nap mosnom, de hát egy nap nem fér bele például egy hajmosás is, meg egy mosás is. Vagy, tehát dönteni kell mindig. Vagy vasalok, vagy mosok, vagy takarítok. Hát és mostanában úgy látom, hogy a hajad nyert, és nem a... Igen. Nem a szennyes. Igen. Hát akkor mosásra fel, és mint már Instagramon láthattátok, az Ariellel hosszú távon együttműködök, ez most sincs másképp, és nem csak az együttműködés kezdete óta használunk amúgy Ariel termékeket, hanem mindig is azzal mostuk a cuccainkat. Most viszont egy új formulát próbálunk ki, ez az Ariel All-in-One Oxi, ami extra folter távolítással bír, és most ezzel mossuk a nagyon-nagyon-nagyon piszkos ruháinkat, amik igen szépen összegyűlnek Danitól. Miért? Nem csak Danitól. Általában tőled. Jó, hát az erkét valakinek, meg a lenti tárolót ki kell dzsubáznia. Hát így van, én nem is mondtam, hogy ez probléma. Ja, jó. A napi rutinjaim része ez is, sajnos. Nem sajnos, de ez van. Úgyhogy... És mekkora segítség a szárítógép? Az nagyon nagy, én nem is tudom, mi lenne velem anélkül. Tök jó, hogy ahogy mosok, rögtön már utána indítom is a szállítót, és sokkal gyorsabban megy az egész. És ez azt jelenti, hogy neked ma lesz a tiszta a sokat. Sőt, igazából az összes kész lesz. Igen, jó, gyorsan meg is szállítok mindent. Látom. De hát még csak most kezdődik majd a buli.
Fél hét fel mindig elfáradok. Viszont jó hírem van, készen van a süti. Oh, ettől már egy kicsit jobb kedved is lett? Igen. Hát igen, ez a süti is azért készült el, mert ezt körülbelül másfél hétig tudjuk enni, akár reggelire, akár 10 óraira, úgyhogy ez is egy praktikus, gyorsan elkészíthető. De majd jönnek a barátaim, akkor lehet, hogy csak egy napig tudjuk enni? Senki nem kap belőle. Komolyan, egy dugod? Igen. Mi következik most? Hát egy fél óra múlva megyünk fürcsizni. Ha mindenki ugye akarja. Van itt ott a feje búbja. És már nagyon várja a fürdést. Igen, 7-8 fele szoktuk mindig fürdetni Olivért. Ez egy külön kedvenc programunk a napokban. Most nem jól mondtam. Nekünk Danival ez a kedvenc. Mink, már nem tudok beszélni. Azt nem fogom majd így látni. Szóval 7:30 körül szoktunk fürdetni, és a napunk egyik kedvenc pontja a fürdetés, mert annyira cuki olyankor a kis pucér testével, ugye? Kis segge. Ön édes. De jól néz ki amúgy. Ilyen finom is lehet. Ezt lefutott a nyál a szádba? Igen. ez nagyon király. Kicsit lazább lenni szokott, de... Olyan laza, mint én. Jaj, jól néz ki, azt kell mondjam. És újra elérkeztünk az éjszakához, most 12:45 van, és gondoltam, ha már így nyitottam a videót, akkor legyen ez keretben. Így zajlik egy teljes napunk. Megyek etetni, aztán pelusozni. Remélem, hogy tetszett a videóm, hát tényleg így zajlanak nálunk most a mindennapok. Igazából itthon vagyunk, és megpróbáljuk kielvezni minden pillanatát a babázásnak. Remélem, hogy tetszett a videóm, ha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, sziasztok! Mint mondottam, a második etapnál járunk, hajnal 3-ban, és a gyerek megint be***t. Jól van, kisfiam, mindjárt kapsz túró rudit, csak először rendbe tesszük.